Most jó lesik ez a 25 fok, amikor rövid lehet lenni, meg mit tudom én. 11 be is lehet rövid lenni. Igen, csak fáj. Az már a mínusz 11. Nekem a plusz 11 is fáj. Itt az a jó, hogy visszahűl 11 fokra, és akkor november közepéig 11 fok. De ez így ilyen nappal? Nem, felmegy 13-15-re, aztán visszahűl megint 11-ekre, de... 11-11-ig van 11 fok. Igen. 11 óra 11 perc. Én itt vagyok most már, hát mind mindig is itt voltam. Nem tudom, mit kompléneltek állandóan. Én nem kések sose. Ez az a típusú elnézés kérés, amikor igazából nem előzte meg még csak egy nézés sem. Úgy <laughs> akarsz róla beszélni? Nem, 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 szeretek késni, de mondom, most nagyon olyan napjaim vannak, hogy hát bejöttem ide, és ilyen misztikus dobozok tűntek fel itt. Kezelésem voltam, tudod. Nem baj, majd kilába az belőle. Hát igen. Be, pedig a fociba tiltják a kezez, kezelést, vagy kezezést, vagy mi az. Kivéve az amerikaiban. Amit ugyan futbolnak hívnak, de lábbal a lehető legritkább esetben érnek hozzá a labdához. Ami tojás. Az egy következő probléma. <laughs> És világbajnokot avatnak a végén, ugye? Igen, Amerikában. Hát a világon más nem foglalkozik ezzel. Ja, ez olyan, mint a, a hurling, ami itt van hogy mindig világbajnok lesz az írválogatott, mert sehol senki más nem értse a curling című játékot. curling kevertem hirtelen, mert az, az, meg ugyanaz, csak Kanadában. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi közük van egymáshoz? A hurlingnek, meg a Hörlingnek, mert a... Uh -huh, semmi. <laughs> ja, csak így a neve. Semmi. Az egyiket egy nagy vasgolyó, vagy márvány csúszó tárgya játszák, itt a me ezt meg hurlinget, azt meg egy baseballlabdával, meg egy ilyen, a, a nagyon ilyenféle moslékkeverő lapáttal, akkor azzal próbálják ütögetni. És van egy kapu, és a, a, az alatta, az azt jelenti, hogy bement a kapuba, az egy pontot ér, és hogyha felette ütik el, de a két pálca között, akkor az duplát. Vagy fordítva, hogy mit tudom én, nem vagyok jó Quidditchbe. És hiszen az olyan mint a Quidditch, azt akartam mondani, az Üdvözöljük kedves hallgatóinkat az a Zárt Osztály Podcast 210. adása. Adásunk felvételének napján 2024. szeptember 7-e, szombat van. Pont, akartam kérdezni még, még egy bemelegítésképpen, amit tőled már kérdeztem, de I Isti még nem tudja, hogy hogy hívják a vulkanikus hátast. Isti, Isti! Lépjél -e ki véletlen! Nem tudom. Te az a lávaló. A lávaló? Uh -huh. Uh -huh. Ö, és hogy hívják azt az elefántot, aki már abszolút nem számít. Ír elefánt. Köszönjük! Kezdjük alapozni az adás írnevét. A mikrofonnál? Én lehet, hogy most kapitulálnék, köszi, visszahall. Szűnélni, <laughs> maradsz? És is ti mondta ezt a csodálatosan jó viccet. Szép volt. És? és Csás meg elhatárolódik magától. Azt hogy? Kaptál rá a gyógyszert? Csak próbálkozik. Hallottátok, hallottatok, jön vissza a Boeing. Végre. Hallgatják az adásunkat, most már biztos. annyira még nem biztosságos, mint a Nostromó űrhajó az évvel az Éliennel a fedélzetén, úgyhogy inkább irányítják a földre távirányítóval. De amint elindult, kiderült, hogy tényleg nem minden fúvóka működik rajta. Már jön. Hát igen, csak hogy induláskor ez volt az első dolog, ami kiderült róla, hogy jobb is, hogy nincs rajta ember. Tehát adásunk felvételekor már úton van visszafelé az űrjármű, ami űrjár. emlékeim szerint Délben érkezik, csak nem a mi időnk szerint, hanem amerikai keleti parti idő szerint. Ez nagy buli. Ott lesz a nagy parti. Parti lesz, hogyha ez megérkezik. Soft landingre számítanak, az mit jelent, hogy esik emberek közé? <laughs> Néhány amerikai kollégára. Látom magam előtt, emlékszel, ilyen 2020 körül mondtuk, hogy lesz majd ilyen elkapó szerkezet, egy hatalmas ilyen baseball kesztyű, ami kinyúl a cuccokért, hogy aztán visszahelyezze a kilővő állomás. Emlékszel erre? Na, szerintem ezt ők már megcsinálták, csak mi még nem tudjuk. Csak sok kis amerikai baseball <laughs> Hagyományos módon egy és légzsákokkal akarják. Reméljük nem a Melyik gyártótól származik takata. az a csodalé... Takata. a ja, Takata. Jó, Takata, Igen, ez az, amikor neki mentél a falnak, és így koppant a fejed. Takata. Miért? Dehogy is nem volt a Takata légzsákkal ilyen baj. ez magától is kinyílt nem volt az, hogy... Időnként nem mentél neki a falnak, és nem koppant a fejed. Időnként csak koppant a fejed anélkül, hogy bármi nem mentél volna. Kicsit beleszusszant az arcodba a kormány, és akkor mi van? Utána koppantál egyébként, mert hiszen elvesztetted a kontrollt. Megelőző csapás. Ha semmiből orba vág egy légzsák, lehet, hogy én is meglepődnék. Az hogy nincs időt, tehát hogy ugye tudjuk, hogy elég gyors hozzá, már mindegy. Eliség. Pont ez a baj, hogy lassan termité alakult benne lévő robbanóanyag, és kicsit erőszakosabban nyílt ki a kelleténél. Pofátlan. Mert nem degradálódott, hanem nőtt a tűzereje. És akkor a kijelzőn megjelent, hogy kérjük, hagyja el az autót. És én visszaszámlálás? Ding! Nem, nyomja meg a piros gombot, és nyugodjék békében. <laughs> Na szóval jön vissza ez a cucc, és mindeközben meg amúgy elindították a Crew Dragon, csak hogy így mindenki mindennel képben legyen. Két szabad üléssel, úgyhogy lesz miben visszahozni jövőre. Majd 25 februárjában, igen kérag a Kivéve, hogy addig fölküldenek a boeing még embereket. <gül> <gül> Nem hiszem, hogy erre nagy, nagyon sok engedélyt fognak kapni. Végig kilenc személyes kis busszal kell lehozni őket. Space Shuttle. <laughs> Újra értelmezve. Egy utánfutót is visznek magukkal. <laughs> Szerintem azt már ilyen nagy sárgára festik, mint a school busz. Vagy <laughs> Visznek egy nagy ejtőernyőt, fölrakják az ISS-t, és ledobják az egészet. De azt hallottátok, hogy a Krúdgonról, ugye úgy lett volna, vagy elég vegyes legénység. Két férfi és két nő ment volna föl. Az egyik hölgy lett volna a küldetés parancsnoka, meg volt egy orosz nemzetiségű űrhajós, akit mindenképpen vinni kell, mert ugye az a nemzetközi szerződések meg mit, mit tudom mindenben benne van. Népek barátsága meg. Igen, igen. Úgyhogy a, a férfi űrhajós megy fel, az orosz űrhajós megy fel, és a küldetésparancsnokot azt lent hagyják. Mert miért Meg a másik hölgyet. Hát legalább biztonságban van. Hát ja, mondjuk igen. Ez azért elég izgalmas megfejtés. <kül> Erre nem figyeltem fel. Történtek azért más izgalmas dolgok az űrben. Fölment végre az AC-3. Lehet, hogy ők ezt nem így hívják. Lehet, hogy más a kiehítésed. ACS-3, Advanced Composite Solar Sail System. Ács. Csak lehagyták az ékezetet. Hát, ja, és akkor az első volt az ácsi, az nem ment sehova. Hát elindult, de megállt. Kimondták a nevét. És akkor ez most az ácse. Na, szóval a, 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 az első Bases. napvitorla rendszer, az kint van és tesztelődik. Ilyen 33x33 láb méretű nagy vitorla, ami ki is nyílt most sikeresen. 10x10 méter, ugye? Célnak megfelelő, igen, nagyjából. Ne, szabadságegységekben számoljunk. Igen, hát, két tengeri igen. poszát a csőr, meg... Osztva négy darált maggal, igen, igen, igazából. Mindenek a köbgyökének a felének az ötüde. Igen. Öt harangzúgás. Ja, hát az, az már csak az üzemeltetéshez. De kell. azt tudjátok, hogy a presszót hallgattok? Nyilván Na. nem. Hát most volt a felvétele, és hát kiderült, hogy az egy yard, az két fász. Hogy mi? Ennek van váltóegysége? Van, van a yardnak, tehát az, az úgy néz ki... Ja nem, az egy fél, egy fél, fél fász. fász. Az egy yard, az nem három láb? De. Az is, de az azt jelenti, az hogy... Is. <laughs> Igen, meg tehát a, egy art, az, az, több, több láb. Van egy ilyen nagyon jó váltótáblázat. Elnézést, fathom. Fathom. Ja, ezt szerintem nem hobbiból nem tanítják itthon. Lehet. Ez jól megfontolt érvek vannak. Rá. Igen, igen, igen. Van hát ezek a mértékességek a fathomnak se kellene. Hát igen. És ki ebből kiderül, hogy egy yard az fél fathom Tehát a fathom az 160 méter hosszú. Kil, kilóg darab. Hát nem mindegy. Zászlórúd, akkor a faszom ki van? Lehet. Hú, gyerek! De, de ez nem a, nem a miénk ez a gombapresszó felfedezése, úgyhogy... Azt a minden itt. Szerintem itt zárjuk is le az adást. Ezen a ponton nem fogunk tudni túljutni, mert én igazából csak azt akartam elmesélni nektek, hogy még áprilisban lőtték ki ezt a <coughs> nagyra nőtt szélserkányt. Ezt nem említettük is. Igen, és igazából a, a, nekem ami fura, hogy négy hónappal később augusztus végén nyitotta csak ki ezt a négyzet alakú nagy ejtőernyőt. Őőő, napvitorlat? A napidőnek jöjjön, és a napsütőznek jöjjön a virág. Ugye úgy működik, hogy összegyűjti a napból jövő sugárzást, és akkor ő azzal halad. Mondom, mint a virág. Mert hogy gondolom, azok ilyen hullámok is elkapja. Figyelj, azt meséld el nekem, légy szíves, mert te vagy közöttünk a nagyon okos. Ki? Vicceltem. Én. Én lesz. Okay. De, de mindenki zavartan nézett egymásra, hogy <laughs> ez most ki, kinek lett célozva. Csárli bácsi, tanácstalan volt a társaság egy kicsit. <laughs> Bár az irány, a vektor iránya az egyértelmű volt. Tehát. Ha a nap felől jövő sugárzással dolgozunk, akkor ezzel hogy lehet nem csak egy irányba haladni, hanem már így nagyságrendileg egy irányba, hanem mondjuk a Földtől a Vénusz felé haladni, vagy ne Isten a nap felé haladni. Hát miért a hajós kapitányok is megoldják, hogy az ellenszélben vitorláznak? Ellenszélben nem, de bizonyos szögben. Hát nagyon éri. pici szögben. Na de olja. ez az, hogy ez itt effektíve ellenszél, hogyha nap felé mész, tehát akkor ezzel a, 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 a nap felé nem nagyon mész, hanem csak majd ilyen nagyon tréfás pályákon lehet vele közlekedni, hogy eljussunk k B-be a gravitációt és minden egyebet is hasznosítva. Hát viszont a... Hát mert tehát konkrétan kihasználják azt, amit a vitorlázásnál itt használnak, hogy a szél irányba éri a, a, vitorlát, akkor az egyik oldalán nyomáskép, nyomást képez, a másikon húzóerőt, és így tudsz szögben vitorlázni. Szélességi fogban. Húba. Ez egy jó három másodperc volt. Ez jó, nagyon foghíjas jö. poén volt. Vártuk, hogy hát, ha jön ki belőle valami. Fog. Na. Szóval ez is fölment, most már ezt is tesztelik. Egyébként egy másik teszt is zajlik, arról most nem láttam a hírek között itt, de említsük meg hogy ugye pont most van fönt a SpaceX-nek a hosszú távú utazást tesztelő csapata, akik egy külön küldetésen vannak nagyjából ilyen 800 km magasan, és új technológiákat tesztelnek, például sugárzásvédelem és hasonló területeken. Vannak azért baró munkák a Földön. <laughs> ez az a kategória, hogy csak egyszer derüljön ki, hogy... De ez pont, hogy nem a Földön van. Nem értem, hogy miről beszélsz. Vártam, De én nem, fizetik, ezt, hogy... én nem, fizetik, nem fizetik. Hát figyelj, attól függ, ha visszajönnek, akkor fizetik. Ha nem, akkor a biztosító fizet. Kinek? Nekik biztos nem. Hozzá ezért szóval, fú, na erre azért azt mondom, hogy ez szép, bátor vállalkozás. Úgyhogy ilyeneket is tesztelnek éppen, hogy hosszú távon utazhassanak. De hát ugye a szegény másk megmondta, hogy megcsúszott ez a projekt, úgyhogy már lehet, hogy ő meg se éli, hogy a marsha jussanak az ő életében, ami mekkora blama. Jó, mondjuk ezt nem tudjuk, hogy mennyit adtak neki az orvosok. Miből? mennyit? Hátra levő évekből. Tudod, mennyi van hátra, doktor úr? Tíz. Év, hónap, nap, kilenc. Nyolc. <laughs> Tartós tejet már ne vegyen, igen. Ugye neki az volt a koncepciója, hogy ő 2030-ban a Marsra költözik. Int egyet és csá. Egyébként hmm. akkor szakad majd be a Tesla árfolyama, mert ugye hirtelen eladja valaki az összeset. Miért? Mert nem jön vissza. De valamiből kell fizetni azt a utánpótlást, amit küldött maga után. Övé a cég. Hát ha eladja, akkor ma nem. Nem a Tesla. <laughs> az SpaceX. Na, tényleg Musk. Nagyon hatékony egy csávó, igen. Azt hallottad is, hogy mivel, fog mivel, mivel szeretne foglalkozni? Meg generáltatott tudom, magával de... AI képet is hozzá. De nem hát ő... szeretne foglalkozni, már megbeszélték a főnökkel, hogy ez lesz az ő megbízása. A leendő főnökkel. Csak nem fellendíti az amerikai gazdaságot és a, az egész mindenséget, ami ez olyan nagyon ért. Hát amihez nagyon ért, az a hatékonyság. Épp, épp, most vezette elő Benedikt, hogy milyen kiválóan hatékonyan tudja tologatni odébb a dátumokat. És a korábbi X-es beszélgetésén trump megállapodtak abban, hogy ha megválasztják a narancsárga államfőt, akkor Ja, bocs, azt itthon is van mindegy. Marancságra bőrű államfőt, akkor ő el fogja vállalni a hazaszolgálatában a hatékonyság fejlesztési munkacsoport vezetését. Egészen pontosan ilyen szerény nevet adtak neki egy Department of Government Efficiency. Ezt már maszkadta magának. Azzal a próbetű hogy természetesen ezt nem a címért, pláne nem pénzért csinálna, vagy az elismerésért, hanem a haza szeretete miatt. Az megvan, hogy ő dél-afrikai. Csillag, 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 igen, így. igen, pont ezt akartam hozzáadni, dél-afrikai kanadaiként így van. Tehát, csillag, csillag. Szóval, no pay, no title, no recognition, Department of Government Efficiency, még egyszer. Tényleg neki mi is a pozi a, a, cégeiben? Ilyen nagyon munkás elnevezéseket ad magának mindig. Szóval szerintem lehetne például Limmaster. Um, alapvetően egyébként nekem egy dolog ugrott be, mivel mindketten klasszikus műveltséggel bírtok, biztos ismeritek a Yes Minister és a Yes Prime Minister sorozatokat a BBC-ről. Uh -huh. hmm. Kivételesen a, igen. A 80-as évekbe futott, és hát bepótolását tudom javasolni. Arról szólt, hogy egy teljesen oda nem illő politikus megválasztanak, az egyik minisztérium vezetésére, és a minisztérium, amit megkap, az a Department of Administrative Affairs, tehát az adminisztrációs ügyek minisztériuma. Tehát nekem nagyon hasonlított ez a, az állami hatékonyság minisztériuma, amit Musk kitalált erre, illetve hát a 1984-ből visszaköszönő békeminisztérium, ez az, ami, aminek, aminek valami, valamit kihangsúlyoznak benne, az nincsen benne. Tehát, mint a kongói demokratikus köztársaság, hogy minden van benne, csak demokrácia, meg köztársaság nincs. Tehát... De Kong. De kongó. Ennyi. De... Ez az az ember, aki kiváló ötletekkel és elég erős megvalósítási képességgel rendelkezik. Ugyanakkor kirúgta ugye a iszét, azt tudjuk, hogy kirúgta a teljes marketingosztályát, mert hogy az nem kell. Aztán a, azt mondták, hogy aki nem tud leépíteni a csapatából ennembert, embert, az, a, a, azt az egész csapatot elküldi, úgyhogy a legjobban haladó és legszükségesebb töltőtelepítő hogy a két töltőket telepítették, azt, a, abból a, a teljes csopot csapatot, mivel azt mondták, hogy még fel kéne venni embert, mert annyira annyi a munka, erre azt mondta, hogy nem rúgták ki. Jó, akkor mindenkit kirúgunk, és kirúgták a teljes töltőtelepítési csoportot. És Következetes, mindenki, csak nem okos. Igen. És akkor mindenki nézett szerte szét, hogy jó, jó, de akkor kifejezi be ezeket. És láthatóan Jaj. senki. De ebből van a pénzed. Ja. Hát egyébként igen. nem ebből van, mert ugye úgy is fizeted a töltési előfizetést. Hát igen, de most már azért, mivel megnyitotta a Tesla töltőjét mindenki számára, tehát itt igazából ebből igen jó Papíron. Pénzeket. Még a két héttel ezelőtt olvastam, hogy még mindig nem érhetőek el. Hát Magyarországon tudsz tölteni Tesla töltőn. De Észak-Amerikában, ahol a piacuk van, ja? ott nem. Jó. Tehát tesla Tesla töltőn tudsz tölteni, de mást nem. Uh -huh. Szerintetek, ha vennék egy töltőkábelt, megállnék egy ilyen eltöltő ponton, rendom a városban, a kábel egyik végét rögzíteném a, állom, a töltőállomáshoz, a másikat, meg csak így simán a benzintankomhoz. A hogy bekötném bárhova, de így lelakatolnám. A parkolőrök hány százaléka jönne rá, hogy nem a foglalom a És szerintem ez hánynak tűnne föl? Hát szerintem ránéznének. Tehát még, még kell várni, még, még, vagy hát le, le kell fújni zölddel, le kell tüsszenteni zölddel a rendszámodat, és akkor senkinek nem fog. Tudom, hogy az írt, Hát igen, <laughs> vagy valami, igen. Volt egy barátom, annak nem vált be. Ő a kollégium belépő kártyáját készítette el, illetve másolta le zsírkrét a meg kartonpapír segítségével, és... Ő, ő... szerintem eleget <laughs> Tudod, ez már az ötlet szintjén így... Utána eltávolították a kollégiumból. Na no, hát... Mekkora <hül> csoda. És egy viszonylag nagy céget vezetett a, annak az exitjéig a közelmúltig. Gondolom, annak a papírjait is hasonló módon oldotta meg, úgyhogy majd... Nem, nem. Nem zsírkedem. Már ügyesebb. Hát sokat sokkal, sokkal tanult ebből a dologból. Szo Szofisztikáltabb. brazil, állam azt, kötvényekben van a pénze, ugye? Nem mondom a nevét, mert tudod, a... most volt a balhé a ba Azt ja. nem biztos, hogy, hogy követte, hogy leírták a Hell tulajdonosainak a nevét. ez, ez már évekkel ezelőtt is probléma volt. Hát évekkel ezelőtt eltiltották őket attól, hogy a nevén nevezzék a cég vezetőit. A, a vagyoni sorról beszélünk most a Forbes uh -huh. X. Illetve hát egy más kontextusban használták ezt, a konkrétan ott a, azokat a cégeket sorolták föl, akik igen nagy mértékben kaptak állami támogatást. Uh -huh. és, tehát ez az igaz-igaz és közszereplő vagy, ezért a neved az ami egyébként szerepel a cég papírjai között, hát az igenis megjeleníthető, mert nem mint magánember jelensz meg, hanem mint közszereplő és mint cégvezető. Na mindegy, ebből most volt egy végre egy bíróság ítélet, amiből kerekedett a bal hé, mert az idéglenes eltiltást ezzel ugye feloldottnak érve ezt a Forbes, de a, a hell tulajdonosai, akinek a nevét nem mondjuk el, de már megnézem a cég papírokban. Nem, 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 Hát figyelj, én csak annyit tudok, hogy ugye Miskolc környékén, mert ugye a, van az a I, I, X, I, XIXO nevezetű. Szikszó, igen? nevezetű. te! Igen. Az, az konkrétan Szikszóról nevezték el, mert Szikszó nevezetű a. tehát az gyakorlatilag ugye mi csak Miskolc és környéke San francisco hívja, ott, ott gyártják, hát igen, van ez az Avalon Park Miskolcon, ami egy ilyen nagy... Az ilyen iparitek parknak. Nem? nem, 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 ez ilyen szórakoztató park, ilyen tapolca felé, Miskolc tapolca felé, nem a rendes tapolca felé, és ö, oda szoktak járni ezek az emberek, és ugye ez egy, van nekik Bentleyük, meg Ferrariuk, meg ilyenek, és ezzel szoktunk járni, te, ö, szok, szoktak járni, bocsánat. Hoppá! Nem, sajnos, nem, sajnos, ez tényleg csak nyelvbotlás volt. A, garázsban Bentley, de egyébként. Kintli, igen. Úgy, úgy, túlsztál. És ugye, hát uh, látni szoktuk őket, ha nem is ismernénk fel név szerint, de arcról szerintem fel lehet ismerni, mert elég nagy arccal mennek a bab. A mély, mély garázsba, az lentli. Mhm. Uh -huh. Semmi. És ilyen pa parkolóházban meg fentli. Uh -huh. Elnézést. Te kezdted a, a gondolcsort, igen. Vártam, hogy a fentitest. Nem, én nagyon próbáltam ellenállni, hogy folytassuk sokat Sikerült nekem. É, tehát... szóval szoktad látni a nagy arcokat és hát semmi csak most így már névről is be lehet azonosítani ezzel mi, mi a baj hát hogy ők nem szeretnék egy momentan összesen ennyi nem tetszett nekik hogy az igazságot ki lehet mondani a, a kontextus nem tetszett nekik a kontextus nem tetszett nekik hogy hogy hmm. leírták hogy mennyi támogatást és támogatott hitelt kapnak hát egyébként nem sokról van szó szóval most a wikipédiát nyitottam meg ott 2020. októberig 46,3 milliárd forint, plusz 7,1 milliárd forint 2021-ben, amit az alumíniumdoboz gyára mm -hmm. kaptak. És valószínűleg emellett még vannak olyanok, amik nem is annyira látszanak, mert mondjuk ilyen munkahelyteremtés, meg hitelek, nyilván nem személyes kapcsolatok alapján jutott ezekhez, hanem. Figyeljetek, nekem el kéne mennem egy pillanatra, mert meg átjött a szomszéd, áthozta a kutyáját, hogy vigyázzunk rá, és Aha. a egyik se beszéli rendesen az angolt, úgyhogy muszáj kell. Mármint, hogy a segíteni nekik. Egy pillanat, mindjárt <laughs> okay. konkrétan, konkrétan elment egy emberhez beszélni egy kutyáról? Nem, átvenni a kutyát. Elment egy emberhez beszélni egy kutyáról. To see a man about a dog. Ez angolban azt jelenti, hogy olyan tevékenységet kell művelnem, amelyet nem szeretnék az orrodra kötni, úgy, mint elmegyek wc De én hallom a beszélgetést a háttérben. Nem Lát tudom, hogy ez kultúra nem kérdése. Nem tudsz, hogy nál, nál, náluk hogy néz ki a WC? De konkrétan ezt a, ezt a kifejezést a héten tanultam meg, és van egy másik verziója, hogy, hogy elmegyek egy emberrel, egy lóról beszélgetni, az ugyanez, csak nagyobb. <laughs> De ezt Isti majd csak akkor fogja megtudni, amikor az adást visszahallgatja. Addig menjünk tovább három másik híre? Még beperelnek, aztán még véresen baj lesz. Még a hatékonyságról próbáltunk beszélni ja, egy kicsit igen, korábban. Ja, jártunk. Elkérted a távirányítóját is, vagy van apja? <laughs> Kinek? Minek? Kutyának. <laughs> ja, ö, igen. Volt <laughs> kutya? Nem, sajnos nem olyan, nem olyan fancy, ez egy Shiba Inu. Ó, csak az cuki. De sört hát, tud hozni. <laughs> mit csinált? Sört tud ja, hozni? Nem nem, nem, nem tud hozni se sört, se semmit. Elég, és meg el akar szökni mindig ással kapu alatt a, a földet, meg ilyenek. Hát is meg neki, hogy hogy működik a kirincs, ezt nem hiszem el. De de hogy közebb is. adjatok neki rendes kaját, ne csak legán kosztot. <laughs> Jó, ugorjunk valami izgalmas hírre, hiszen hatékonyak akarunk mi is lenni, nem? De, de, de. De ha már hatékonyság, az Airbnb-nél új funkcióikorra, Érdemes számítani, vagy új ilyen labelre, a mit szabad, mit nem, mert eddig ugye csak legénybucsukat nem lehetett, meg lánybucsukat tartani, meg mit tény, dohányozni lakásban, meg szörös állatkákat bevinni. Most lehet, hogy meg fog jelenni a bitcoin bányászni stilos felirat. Uh -huh, uh -huh. Mert Amerikában történt egy uh, incidens, egy úr, kibérelt azt hiszem három hétre talán egy ingatlant, ahova vitt egy másfél tucatnyi különböző képességű számítógépet és kriptobányászatra fordította a ház áramhálózatát. Egy 1500 dolláros villanyszámlát generált, és állítólag egyébként 100 ezer dollárnyi kriptót bányászott ennyi áramból. Úgyhogy ezzel megkérdezem, hogy hogy csináltam, mert ez így érdekel. Ez nem igen, egy igen, mai igen. hír lehet szerintem, bár amilyen magasan van a bitcoin ára ez nem lehetetlen. Ne, figyelj, ha ez tényleg működik, akkor akkor beruházunk, tehát, hogy akkor lehet, hogy mégis fölmondok, és fizetem a villányszemlet. Szerintem az, a, az van, hogy nagyon nagy mázdia volt, tehát hogy tényleg ő neki nyílt a, a bitcoin. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy tényleg szerzett bitcoint, úgyhogy, ugye ez, igen, igen, igen. Tehát, hogyha pont jókor vagy jó helyen, és a te normál laptopod éppen bitcoin bányász, és éppen kifordít egyet, az annak van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékony esélye. Tehát lehet, hogy, hogy így, így sikerült. Tehát ez olyan, mintha lottóztál volna, az sikerült volna nyerned. Az esélye is, meg a, meg a találati esélyeid is körülbelül olyan. tehát hogy... Hát igen, sokan vannak már arra viszonylag ritkán kisorsolt. Igen, ráadásul ugye feleződött is a, a, kiesés ideje, tehát már, már az is lecsökkent, úgyhogy hát bitcoin már nem, nem annyira ér meg bányászni. Szerint mondom, mázia lehetett, nagy mázia lehetett a csávónak. De felvállalta és kifizette ezt a számlát. Sok esély. <laughs> jó, sok, sok Ez így hát, belefért. Ennek a vendégnek volt még egy tette, egy Tesla töltőt telepítetett az ingatlanban, még ott volt. Azért vannak fura élőlények. És a tulaj nem fogott szagot, hogy valaki jön három hétre, de ide egy Tesla töltő telepít magának egyet? Mm -hmm. Hát valahogy föl kellett tölteni a Tesla. Hát de azt láttad, nem? Hogy most hány ilyen, ilyen amerikai videó van, hogy a nő megáll fent egy ilyen, ilyen felhajtón, ahol egy magánháznál van egy Tesla töltő, ugye saját magának telepítette a csávó, oda ment, azt így bedugta a Tesla-ját tölteni a csaj. És akkor mondja Csávó, hogy de hát ez húzza meg, hát már innen, hát ez az én helyem, mert mit képzel? Nem, hát neki a Tesla azt kiírta, hogy már nagyon kevés kell, és az ő férje, ő ügyvéd, és ő miért ne tölthetné itt, hát itt elérhető ez a töltő, akkor ő miért ne tölthetné itt a, a Tesláját. Ha nincs kiírva, hogy az egy magánterület, akkor elképzelhető, hogy igaza is van. Hát erről mindig az fog eszembe jutni, hogy ki van írva egy pár helyen, de nem mindenhol, hogy szemétlerakása a hatóságilag tilos, hogyha egy mm. mentek főút mentén, de itt egyébként a városban is török ilyet. Mm. Ebből csak pont arra, amit az előbb mondtál, Charles, visszakérdeznék, hogy, hogy tehát ahova mert nincs mert? kiírva, <laughs> akkor oda nem. <gül> nem. <gül> Jó rapot, mi? Azt gondolom, azok, inkább ilyen. Maradékok, igen. Nyilván ide szokták a leggyakrabban lerakni, de hogy ettől még a többi helyre is tilos, csak oda nem írtuk ki. Mint ahogy nem írom ki mindenhova egy magánterület, ami egyébként nyilvánvalóan az. Amikor Amerikába volt a testvérem, akkor ilyen ö, olyan helyen voltak, ahol narancsfák teremtek, és akkor mondta, hogy ó, álljunk már, meg fényképezzük le, itt tudod, hát de se semmi, csak az út mellett voltak narancsfák. Hmm álljunk meg, fényképezzük le. Azt mondja, itt meg ne álljál, mert lenne fényképez, lelépsz az útról, akkor le lehet, lehet, hogy lelőnek, mert itt joga van hozzá. Tehát ő úgy védi a területét, hogyha valaki behatol, az valami rosszat akar, semmi köze nincs, semmi keresni valója nincs a portálban, miért ne lőhetném le? Tehát <coughs> ha, 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 ha valaki elkezd még tesla tölteni ott, és teljes lelki nyugalommal behatolónak e, értékelheted. És... Ezen a környéken nincsen Tesla szerintem olvastátok, nem volt egy ilyen uh, felirat, hogy elnézést kérünk a mindenkitől, a lőszerárak sajnos olyannyira olyan, olyan elszálltak, hogy uh, figyelmeztető lődvést nem adunk le. Figyelmeztető nincsen pénzünk. <hírt> <hírt> Megértésüket köszönjük. <hírt> a következő életben találkozunk. Ajaj, ajaj. Mire ezt végigolvastad? Total Recall. Na uh -huh. ah, hát uh -huh. Microsoft Recall hibát Ja, igen, ahogy. Ah, hát, ugye de már visszahívták nyugi. Imádtam, imádtam, mert emlékezhettek rá, hogy a 95-ös Windows megjelenése környékén indult el az a slogan, hogy ez nem bug, hanem feature, ugye? Uh -huh. hát ez ez, ez ja, megvan. Igen, 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 Ezt, igen. Nekem ez valahogy a Microsofthoz van kötve nem kutattam ki pontosan az eredetét, de most megfordították, ugyanis néhányan észrevették, hogy a rikolnak. A neve megjelent a letörölhető alkalmazások között a későbbi Windows kiadásokban. És már kezdtek örülni, hogy milyen jó, hogy már előre gondoltak arra, hogy néhányan nem akarják esetleg azt a feature-t, hogy minden képüket, illetve minden képernyő mozdulatukat kövesse a Redmondi irodájába ülő valamelyik Microsoft troll. Redmondba? Nem, Mumbai-ba? Hát attól függ, mennyire vagy fontos. Ja. Ugye? És képzeljétek el, kiderült, hogy ez nem feature, ez bug. Igen. Tehát megfordították a. Úgyhogy visszahívták a Recall kikapcsolás opciót. Én továbbra is várom azt, hogy ezt így a cégek torkán hogy fogják lenyomni. A Recall- úgyhogy az Enterprise verzióban nem lesz. Há, bízunk benne, mert ha lenne, az szerintem elég sok helyen. Ha lenne a Linux nem lenne. Igen. Induszül igen. Igen. <laughs> gyorsan állnának át a. Komolyabb helyek. Ó, hát ez ö... szinte mindegyik. Tehát a Windows 95 a is, amikor megjelent, ]re. akkor is uh, rögtön a, megállították a telepítését, ugye az a, a amerikai az államintézményekben megállították a, a telepítést, mert olyan uh, helyekre kezdett el mászkálni, ahol nem kellett volna, tehát ilyen uh, tűzfalakat nyitott, meg, meg ilyeneket csinált. Ez ugyanez volt a 98-al is, meg XP-vel is voltak ilyen problémák, tehát mindenütt elég erősen vizsgálták, hogy akkor ezt most lehet, vagy nem, tehát most ezt valószínűleg ők is át fogják nézni megint, vagy kétszer-háromszor, hogy szabad-e ilyet, vagy nem. Jaj, eheti klasszikus, amit tanultam egy kollégámtól, átadom nektek is a tudást, mert így közel 20 év tapasztalattal azt mondtam erre, is, hogy emelem kalapom. Beszámolt arról, hogy vannak kritikus kockázatok a projekten, és mm, kedvenc vezetőnk kérdését idéztem erre reflexből, és mit tesz a projekt azért, hogy ezek ne következzenek be, mire azt a választ kaptam Deres Hollandékú kollégámtól, minden reggel imádkozunk. A legtöbb, ami adható, ugye? Szerintem írjuk is bele a módszertomba, hogy hát a más is átérzi a lehetőségeinket. Ez Valahol. a kritikus, rajtunk kívül álló kockázat. Mit tehetsz ellene? Hát reménykedsz. Csak ez mindig így, megpróbáljuk szofisztikáltan, de nem annyira szépen mondta. Úgyhogy mm. én ezt megtanultam, ezt, ezt hoztam el magammal. Elgondolkodtam azon, hogy milyen lehet az a projekt, amit előbb Benedikt említette. Jó. Ahol imádkoznak. És így képzeljétek el, amikor stand-up, mindenki körbeáll, projektvezető. Fogjuk meg egymás kezét. <laughs> Megjelenik térdre, imához. Hol is jártunk, ki ja, A, a Rikolnál, hogy akkor ezt, ezek még se lehet rikololni. Rikolták a feature-t, amivel rikolhattad volna a rikolt. De különben a, a... mekeken mindig is volt, ez, mi mekegésnek hangzik ez így kimondva, <laughs> mindig is volt Time Machine, és azt, arról nem hallottam ilyen botrányt, az valamit másképp csinál, ugye? Igen. Az okosan tért Az, nem az felhasználó tevékenységeket, hanem csak a szoftvereket menti le, jól emlékszem. Ja, megpróbáltuk lemásolni, és csak nem jól sikerült. De lehet, De túl hogy nem, jó. nem jól tudom. Valamit másoltunk valahonnan. Csak takarták, nyomorultak a füzetet a kezükkel. Na jó, figyeljétek Ami el. Ami egy kiváló védelmi megoldás egyébként bizonyos esetekben, hogyha nem akarod, hogy másoljanak. De az NS nem biztos, hogy ezt a megoldást ajánlana. Viszont ha érdekel, hogy mit ajánlana... Másolásra? Az ns Nem, az ns Úgy általában a biztonsággal kapcsolatban. Na, mit ajánl? Hallgod hát meghallgathatod meg a, a podcastját. Van egy Igen, ilyen, ilyen ö, hírünk, mi szerint az NSZ elindította a Nincs ilyen podcast nevű podcastját, ami a, az utóbbi években már titkosítás alól feloldásra került ügyekről fog szólni. Titkosítatlanított. <laughs> Feltitoktalanított ügyekről fog szólni, és elméletileg izgalmas eddig ismeretlen témákat fognak boncolgatni. Ezt, De boncolgatni ezt csak ezt olyat lehet, szóval... lehet hogy meghaltam. Edd igen, már feloldották a titkosítását is. Megtudjuk, hogy a Fivertom mögül tényleg CIA-sok lövöldöztek-e? Denverben? Hát, azt addig nem mennek vissza, mert ez, meg az nem is NSC, hogyan próbálták például Osama Bin Laden cyber security eszközökkel megközelíteni a, a szeptember 11-i támadásnak a, a vizsgálatáról is fognak beszélni, ami Sokakat még mindig érdekel, hogy uh -huh. hol van az már? Jézusom, a 20 Szeptember 11, et hát nem sokára. Uf, adásunk kiadását követően, picikével. Adásunk betiltásakor. <laughs> Na, inkább beszéljünk valami vidámabbról. Az AI-ról és annak az iparági alkalmazhatóságáról kérdeztelek az előbb. Van itt egy remek példa, hogy mire lehet használni a Taco Bell szerint például. A drive-innél végre, vagy drive through nál bocs, Végre nem embernek kell mondani, hogy mit kérsz, hanem belemondod abba a dobozba ott a póznán, és egy AI írja föl a te rendelésedet. Mm -hmm. Ezt kitesztelték most egy 10-11 valami hasonló mennyiségű helyen. És most elkezdik elterjeszteni Amerikában még több helyen, mert rájöttek, hogy az AI egész jól megérti az ezerféle akcentus közül is, hogy mely termékekre szavaz a vásárló jól összeéri a rendelést, és akkor egy emberrel kevesebb van, akinek három felé kell figyelni bent. Nem ez az első, aki ilyet csinált. Nem ez az első, aki ilyet csinál, de ezt így javasolnám, mert hogy ez önmagában, ez oké, oké. Okay, okay. De, de lásd benne a kiterjesztési lehetőségeket. Azért vagyunk mi, hogy ötletekkel lássuk el őket, ugye? Azt mindjárt fogok, de még ott tartottunk, hogy ennek a története, az az, hogy a White Castle, ami egy kinti hamburgerező, az már régóta futatja a hasonló megoldását, amely, amelyet Júliának hívnak, lehet, hogy ez a Romeo lesz a Taco bell -be, de a McDonald's, ami az IBM-mel együttműködve fejlesztette ki a szintén AI alapú drive-thru megoldását, visszakozott ettől. Tehát nem mindenkinek vált ez be. Lehet, hogy a Taco Bell az, az több akcentust, vagy kevesebb akcentust kellett, hogy megértsen, nem tudom, melyik, melyik irányba Hát, vagy ők jobban rájöttek a kiterjesztési lehetőségekre. Hm. Egyébként simán lehet, hogy például a termék kínálat annyival szűkebb a Bell-nél, hogy nehéz olyat, tehát, hogy, hogy ilyen jobban megfogható, értelmezhetőbb kifejezések vannak. Ugye itt ezért a business streamlining sem feltétlen egy mellékes dolog, amikor olyan nevek vannak, amiket könnyű megkülönböztetni egymástól, mondjuk, és nem 500, hanem csak 50. Azért a, a, a mexikói ételek neveinek a változatos kimondására szerintem eh, nagyobb kapacitás szükséges, mint a hamburger, a, a, mint a felvezetőben említett jalapeno. <laughs> ez még nem. A, nyolc kerel újjárók -e? <laughs> Hát jalapeno. Ah, nem baj, mégis. Még lesz mit kivágni. Én arra gondoltam, hogy ez tök jó, az most a drive-thru, de mi lenne, ha bent is lenne ilyen? De fölösleges, hát már mióta képernyőt nyomogattatjuk a né népekkel. Van. De én arra gondoltam, hogy ilyen, ilyen társalkodó robot személyeket lehetne beültetni a fülkékbe, és akkor a magányos emberek, amikor bemennek a Taco Bellbe kajálni, akkor ott lesz valaki, akivel elbeszélgethetnek. Uh -huh. Miközben esznek. Alexa, you just hate us Scottish people. I don't know that. Jó, hát ezt nem tudja. Azért az önérzetével nincsen baj. Well, képzeljétek el, egy csomó minden erről nekem így beugrott egyrészt magát a drive thru t meg lehetne reformálni, meg lehetne csinálni, hogy egy eleve milyen hülyeség az, hogy bele kell mondani egy olyan oszlopba, hogy mit kérsz, mikor ott a telefonod, ott az alkalmazás, egy bazin egy QR kódot kiteszel a Teco logó helyére, lefotózza a paraszt a kocsiból, és rendel online, hogyha nincs alkalmazása is. Tehát, hogy engedjük ezt el, hogy voice AI. Az feltételező, hogy van telefonja. Amerikában. Há, igen, mert Magyarországon nincs Teco Így. Na, szóval, én eleve furcsának találom, hogy ezt a szájával mondhatjuk ki, de jó, legyen ilyen luxifunkció, hogy mondhatja. Igazad van, rögtön Neuralinket beépítjük, és akkor nem kell csak rágondolnia. Várjál, mert az meg azt feltételezi, hogy a van. <laughs> na na, amerikában. Valamiféle neurális hálózata biztos, hogy van? Mondjuk az még egy csigának is van. Azzal már robotot is lehet irányítani. Robot. Robot. Igen, bocsánat. Automatikus tárgyeset. Tehát lehetne például úgy csinálni, hogy az egész drive thru azt a bemondásos alap helyett előrendelésesre változtatjuk. Lenne egy parkoló, ahol előre sorba, egymás mellett megállhatnak random sorrendben az autók, mindenki megrendeli a saját kis cuccát, kap egy sorszámot, mint amikor bent van, és a drive thru nál effektíve annyi történik, hogy amikor szólítják, ő odahalad, nem végig ott pöfög az épület mellett, bedobják neki az ablakon, és ha nincsen parkoló, parkosza már is jó. Flintstones van, parkosaurus mi? Uh -huh. És hogyha sietni kell rajta, át kell menni rajta, akkor hozzák a lóhalat, és lóhol, lóhal állában mennek át. De ha már mindenképpen szeretnék megtartani ezt a bemondásos elvet, és ott van a szerencsétlen egyszerű vásárló előtt az a menü, akkor milyen jó lenne, hogyha akár a hangja, akár a rendelései alapján egy ilyen aktív kijelző lenne ott, és mondjuk a rendelését irányítanánk az az ajánlatokkal az első bemondott cucc alapján, vagy a rendszáma, vagy az autótípusa, vagy mit tudom én, az akcentus alapján egyedi ajánlatokat dobnánk, ha már úgyis ott az AI. És akkor az egyedi árazást itt össze lehet kötni a mindent mindennel. Ha? Tehát rendel, és már jön is a következő, kérse hozzá kisült krumplit, meg mit tudom én, nagy grécsírkét. És akkor már, ha, ha már úgyis robot, meg minden, akkor az alapanyagokból bármit elkészítenek neked? Az a következő, hogy benn mi történik a back de én most jelenleg a sales részen járok. Ha már úgyis éjjel dolgozol, akkor ő ugyanezzel a lendülettel tud neked helyből többet ajánlani. Az a baj, hogyha az Amazon példájából indulunk ki, akkor ez az éjjel, ez a Rajas lesz a, az Mumbai e, számítóközpontban. Ahogy a sokjaikban ezt az Amazonnal sikeresen bemutatták. Jó, nem, nem vagytok elég lelkesek. Pedig én arra gondoltam, hogy meg lehetne reformálni egy komplet iparágat, a, a szolgáltatást, mint olyat. Nekem például az egy tök nagy problémám, hogyha egy ilyen gyorsétterembe tévedek, arra jöttem rá, hogy már évek óta mindegyikben kebbi ugyanazt a két-három dolgot eszembe, mert az összes többiről lövésem nincs, hogy micsoda, és nem is érdekel. Miközben hmm. látom, hogy végtelenített a menü. Hogy ezt így mennyivel jobban lehetne tekergetni, hogy, hogy amit még nem próbáltál, de jó eséllyel, és akkor mit statisztikai alapon, és akkor most kivételesen csak neked, csak itt féláron adunk egy töltőtelepenyót. Hm? Ezt megcsinálja neked bármelyik idomított pincér. Ez igaz, de most itt az AI-val beszélget. De az olcsóbb. Oké, okay, de Oké, okay, értem, értem. Oké, okay, fogtam, vettem. Én megpróbáltam, én megpróbáltam. Nincs abban semmi új, értem. Valamikor biztos, hogy működni fog ez, tehát tényleg, eljut oda egyszer az emberiség, hogy, hogy megtanul valami, tehát lesz egy rendes AI, amelyik tud, tud ilyeneket csinálni, de az a baj, hogy addig még nem jutottunk el, és megint béta el az emberiség, és próbálja, is. az a baj, hogy, hogy amikor kitalálják azt, hogy mondjuk legyen most minden AI, vagy minden blockchain, vagy valami, akkor mindent próbálnak blockchain nál illetve AI-jal megoldani. De olyan problémákat is, tehát minden egyes ö, válaszhoz keresnek egy kérdést. tehát egy, így... Hát mert hogy már van kalapácsunk, ugye? Tehát Igen. most akkor rá kéne, és melyikek a szögek? Igen, és minden, minden, ö, minden egyes és minden egyes problémához, minden egyes ö, megoldáshoz keresnek egy problémát. tehát ez, És hát ez nem biztos, pont, hogy kell. Pont van hírünk. Ugye a klasszikus HRS gyakorlata, az add el nekem ezt a tollat, az egyébként pont, pont ugyanerre épült. Van benne AI. Nem. Van, van megoldásom, keres hozzá problémát. Hmm. De van Bocs. benne AI, és akkor meg lehet venni. Na, mesélj a sztoriról. Mi a sztori? Na, az a sztori, hogy egy cégecske kitalálta, hogy az... van ez... <coughs> Vagy hogyan lehetne megvédeni az AI motorokat attól, hogy betanulják a te általad kreált képet, szöveget vagy zeneművet? Hát hogy, hogy? Hát kiváló, berögzítik egy IP blockchain-en. Na, és az IP blockchain a te, ugye IP, mint intellectual property, a, a te alkotásod végleg és is, is letagadhatatlanul rögzítése kerül, hogy az az a sajátod, és bárki, aki ezt fel akarja használni, annak fizetnie kell érte. Na? Uh -huh. Mit szóltok hozzá? Hát, nem? Felveszik az AI-t rendes munkakörbe, és kifizeti. <laughs> azon nem mondjuk hogy... bh a <laughs> Ennyi. Ennyi. Nem, a saját bérét erre fogja költeni, mint ahogy a páradással ezelőtt ezt meg megbeszéltük. Ez egy elég bérgyilkos megoldás. Az, az, azon gondolkodtam, hogy ugye a, az emberi alkotást az AI esetén rengeteg energia és mesterséges intelligencia segítségével forgatjuk egy szükségtelen termékké, miközben itt a blockchain-en rengeteg energia és felesleges hogy ilyen végrehajtások mentén próbáljuk megőrizni, amit véletlenül mégis ember csinált meg. Figyelj, mm. ha az emberi alkotást hívjuk mű alkotásnak, a, 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 akkor az abból generált, vagy továbbképzett, vagy másoltat, azt hogy fogjuk nevezni? Igazi felkotás. Hát, vagy pedig sorlódási együttűzhető lealkotás. Csak hogy kibontsuk a műt. Ó, én ma már inkább nem szóralok meg. Szerintem ez egy szónak jó volt. Hát, köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Ebben az adásban is kifáradt a stáb. Reméljük. Ti is. Jól szórakoztatok. Is. És jövő héten is. Jövő hetekben és hallgatjátok adásainkat egészen a következő megjelenésig. Addig pedig hallgassatok minket, lájkoljatok, like share-eljetek. Sziasztok! 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 sziasztok. <túlva> Elfeszik az éves jövedelmünket. A stúdió <túlva> fenntartási költségét, igen. Hiszen mi ezt podcastként követtük el. Ja, ja. Na, nézzük, hogy kerültünk ide? A Kintli Bentley movement, uh, uh. vagyis uh, hm, hogy hívják azt? Az Amerikai uh, uh, Nemzeti Biztonsági Intézet? Hát nem, nem, nem. Csak, tehát, hogy NSA? az ameri amerikai uh, mindenféle ilyen. ilyen government, hogy, hogy a fenébe mondják magyarul, elfelejtettem. Állami? Állami. Ez az egyik, a másik meg ugye a copilot, ami jó ötlet, jó ötlet, de szerintem a szektorok egy jelentős részében tiltva is marad. Nem, nem, már nagyon be. sok helyen. Na, azokban a szektorokban, nemzetközi viszonylatban, ahol gondolnád, hogy nem lesz használva, már egyre jobban hozzák be. Na hát Sokkal nagyobb. Az adatbiztonságot? Sehogy. Uh... <suk> mit csinálnak mit vele? Sehogy reménykednek. <suk> Ó, oh, oh. oktatáson keresztül. Le <laughs> <laughs> Leoktatták, aláírtad, most már nem vagy tűzveszélyben, tehát így, nem, nem így megy a. Kedves hallgatóink, ha közvetlenül az adásunkat szeretnétek támogatni, arra a patreon.com/per zárt címen van lehetőségetek. Ha ti is szeretnétek profi podcasteket készíteni, akkor van egy különleges ajánlatunk a számotokra. Ismeritek már az Zencastert? Ez az podcasting platform minden biztosít, amire csak szükségetek lehet a műsoraitok rögzítéséhez és közzétételéhez. Az Encaster segítségével egyszerűen készíthettek minőségi hangfelvételeket, akkor is, ha vendégeitek távol vannak. Most még jobb hír, ha a zárt osztály podcast linkjét használjátok a regisztrációhoz, akkor 30%-os kedvezményt kaptok az első hónap díjából. Az Encaster segítségével a podcastelés még könnyebb és hatékonyabb lehet, szóval ne hagyjátok ki ezt a nagyszerű lehetőséget, ezzel minket is támogattok.